mind a négy telószárra feltettem ugye a dugattyút, ezt a fölfelé kúpos dugattyút, csavarrögzítőzve ésszel, hogy azért leszedhető legyen, de kell rá rögzítő, különben kitekeredik. Most következik első teleszkópok összeszerelése. Minden négyet ugyanúgy kell, de csak egyet fog megmutatni, hiszen az összes többi ugyanaz. Először is rájön egy gumigyűrű. Utána jön egy már ilyen előkent X gyűrű. Utána jön ez a műanyag gyűrű a két X gyűrű közé. Itt nyomunk egy kis O-ring zsírt, ezt a zöldet. Ide közéjük. Vagy a műanyag után jön még egy X gyűrű, szilikon gyűrű, ezt is bezsírozzuk egy picit belül. Jó. Utána jön maga ez a záró, kis tömítészáró műanyag. Utána nem utolsó sorban telószár alja. Jó, nem tekerjük le teljesen, hiszen akkor nem tudjuk ráhúzni. Jó. Na, én kézzel szoktam meghúzni ezt a feketét, csak amennyire így kézzel tudjuk. Erősebben nem kell fogóval, mert akkor túlszorítjuk a gyűrűket. És nagyon finoman jár már most. Jó. Innen folytatom, miután összeraktam minden így. Következő mutatvány, ez a teleszkóp műanyag végek felcsavarozása. Megfogjuk a telószerfogónkat. A végénél szorítjuk nagyon-nagyon erősen, és teljesen rátekerjük, amíg ellenállást nem érzünk. És lemérjük tolómérővel, hogy olyan hosszúak legyenek a teleszkópjaink kihúzott állapotban. Hát sokkal én már megcsináltam, most lemérjük az elsőt is. Egy forma hosszúak legyenek. Nézem még egyszer. Pont eléri a tetejét. Egy kicsit lehet beljebb tekerni ezt még. És így lesz pont egyforma. Jó, jönnek a fém gömbök, babák a végébe. Szépen bele kell pattintani.
teleszkópjaink felszerelt végekkel. Következhet az olaj a feltöltés. A setup lap szerint előre 37 és felett töltünk, hátra pedig 32 és feles olajat. És a 37 és felett kezdtem el véletlenül beönteni hátra, de ez csak egy csepp volt. Még időbe kipörlöm belőle. A nagy rendezkedésben és odafigyelésben. Na tehát, előre megy a sűrű olaj. Oda. És a 32 és feles a hátsó adott elóba. A légbuborékokat meg kell várjunk, hogy ugye felszálljanak, hogy eljöjjön ki, eltávozzanak ugye a telóból, az olajból. De ezt egy légtelenítő pumpával is meg lehet oldani, úgyhogy kicsit várunk, és utána folytatjuk az összeszerelést. Megtörtént a légtelenítés, következhet a teleszkópok összeszerelése. 2 mm-es ilyen kis spacert fogok használni a rebound beállításához. Rebound az azt jelenti, hogy mennyire lökje vissza az olajnyomás a teleszkópot teljes benyomás után. Mennyire lökje ki. Eltekerjük egy picit a tetejét, és hogy elkezdjük feltolni a teleszkópszárat azon a lukon, elkezdjük majd szépen kinyomni a felesleges olajat. Szárnyítjuk. Vagy a felesleget letöröljük gyorsan, elég sok kijött azért. Megfogjuk a autóhoz adott teleszkóp szerelő ilyen fogókat, és megszorítjuk. És látszik, hogy a reboundunk ekkora lett. Ha ugyanezt a spacert használjuk a többinél is, akkor ott is ugyanakkor lesz a rebound. Még egyszer megtörölgetem. Itt a következő. Papírba befogom, akkor tolom fel. Na jó.
És ugyanakkor a ribaundunk. Fülesz megcsinom a hátsókkal is mindjárt. És most következik a rugók és a telorvétőszoknyák felszerelése. Picikét ezt a részt bezsírozzuk, ezzel az összeszerelő zsírral, hogy könnyebben rácsúszson a gumiharisnya, vagy szoknya. Rövidebbek mennek előre, hosszabbak mennek hátra. Ez a két első teló, ez a két hátsó. Nem elszakítva. Rá kell szépen húzni. Csak mivel csúszik, bekentem, azért nem olyan egyszerű. De azért el lehet. Vagy már rajta is van, teljesen lehúzzuk. Megtöröltem a külsejét, hogy könnyebb legyen ráhúzni. Vagy. És már ez is rajta van. Jó. Első rugók következnek. Ne es le. Na, elérkeztünk a teleszkópok felszereléséhez, ezeket a műanyag babákat feltesszük ugye az első telótartókra. Utána figyelünk arra, hogy úgy rakjuk fel a telókat, hogy ezek a bevágások itt, ezek kifelé legyenek. A balmenetes fekete színű csavart a jobb oldali első lengőkarra kell tenni. Normál menetest pedig a bal oldalira. Szépen finoman csavarozóval bel is hajthatjuk. Külső lyukakat használjuk. A végét majd inkább kézzel hajtom be. Az előbb célszerű lett volna a felső csavart alá tiszta levő felrakni, hogy ne ugorjon ki a helyéről. Hoppá! Kicsit megdobtam a kamerát, bocsi. Megint. Nem kell nagyon erősen meghúzni, csak amíg meg nem akad.
Rettenetes csavar, tehát az ellenkező irányba kell tekerni. Az az oka annak, hogy más menetelkedésű csavarral jobb és bal oldalt. Beteker egy ilyen kirúgózástól egy hosszú 30 perces döntőbe akár. Persze 30 perces döntő csak a robbanósnak van. De ott is ugyanígy van megoldva. Jó. Végét már kézzel hajtom be. Előre dolgoztam, felül már felszereltem a teleszkópokat, alsó csavarok jönnek. Finoman megtegyük tönkre a menetet. Jó, nem hajtjuk be teljesen. Végig majd kérdezel. És ezzel készen vagyunk a teleszkópokkal is. A következő lépcső az elektronika beszerelése lesz.